folytásukat talán rajtuk. Tehát az előző rész az ugye az RSA hitelesítéssel ért véget, most már így nagyjából kezd összeállni a kép, hogyha van egy olyan távoli menedzsment eszközünk, aminek lehetősége van arra, hogy aszimmetrikus kulcssal és nem pedig jelszóval hitelesítse magát, és hogyha van egy olyan eszközünk, ami tud port-forwardolni, SOX-forwardolni, meg tool-forwardolni, egyébként arról nem is beszéltem, meg transzponens multihop, meg oda-vissza, minden szimmetrikusan működik oda-vissza. Egy csomó olyan funkciója van, amely távolról sem nevezhető már picike LEGO kockának, akkor most már érthető az, hogy miért beszéltem egy órával ezelőtt arról, hogy az SSH szerver is, meg a kliens is olyan összetett, rendkívül bonyolult eszköz, amelyben bizony előfordulhatnak biztonsági problémák is. És akkor most már ezek után újra elmondom, hogy az, amit annak idején megemlítettem, hogy S-telnet, az abban különbözik ettől, hogy az valójában a telnetnek egy SSL-lel vagy TLS-sel megtupírozott változata, ami meg semmi más nem csinál, mint egy titkosított csatornát ezt lehetővé a protokoll számára. Ergo, igen, tehát az S-telnet az valójában kevesebb, de ugyanakkor több is, mint az SSH. Kevesebb azzal, hogy semmi más funkciója nincs, mint az, hogy belépjünk a rendszerre, és több biztonsági szempontból, hogy nincsen egy csomó felesleges ilyen kiegészítő forráskód és funkció bele gyömöszölve. Azt mondják, hogy az S-telnet az arra való, hogy távolra regisztráljunk vele egy gépet. Ugyanakkor, ha ki akarjuk használni a speciális lehetőségeket, akkor nyilván nekünk az SSH-ra lesz szükségünk. Egyébként azt kell mondjam, hogy valójában az SSH a kvázi szabvány. Tehát, hogyha távolról adminisztrálni kell egy gépet, akkor mindenkinek az SSH fog eszébe jutni. A következő kliens beállítások. Itt most majd meg fogom mutatni a gyakorlatban is egy port forwardingot, meg egy valóban működő kliens konfigot, meg egy szerver. Ehhez annyit kell tudni kiegészítésképpen, hogy én hobbiból ilyen szabad szoftveres civil tevékenységet is végzek. Az egyik dolog, amivel szoktam foglalkozni, hogy én vagyok az FSF alapítvány szerverének az adminisztrátora. Ez valószínűleg így senkinek sem mond túl sokat. Ezen van egyébként egy virtuális gépként az Ubuntu.hu nevű szerver is, illetve a LibreOffice egyik honosító szerverének is én vagyok az adminisztrátora. És ezeken a rendszereken meg tudok mutatni néhány olyan funkciót, amit nyilván mondjuk egy cégnek az üzleti felügyeleti rendszerén vagy ilyesmit nem tudnám bemutatni. Itt viszont megtehetem azt. A kliens beállításokról annyit, hogy lényegében gépenként vagy gépcsoportonként be lehet állítani az SSH kliensnek a fontosabb paramétereit. Ezek közül néhány olyan, ami parancsolatból szoktak megadni általában a legtöbben. Ezt, ha egyszer beállítottuk a konfigurációs fájlban, akkor nem kell mindig újra és újra megtenni. Például, hogyha az adminisztrátori gépemen nem ugyanaz a felhasználó nevem, mint a távoli gépen, akkor praktikus beállítani egy user nevű beállítási paraméterrel, és innentől kezdve többet nem kell mindig odaírnom a parancsolba. A következő, abban az esetben, hogyha nem szabványos porton van az a bizonyos SSH szerver, akkor lehetőségem van ezt is beállítani. Ezeket mind be lehetne állítani parancsolatban is egyébként, csak kényelmetlen mindig begépelni. Ehelyett egyszer beállítom, és utána többet nem kell piszkálni. Engedjétek meg, hogy itt most kitérjek erre a nem 22-es port csapdájára. Az a helyzet, hogy az informatika biztonsági szakemberek megoszlanak abban a kérdésben, hogy mennyire értelmes dolog áttenni egy szolgáltatást egy másik portra. Van, ahol ez teljesen esélytelen és lehetetlen, például a 25-ös portot azt nyilvánvalóan nem tudjuk megváltoztatni, hiszen akkor az SMTP szerverhez nem jutna oda semmilyen levél, ennek nincs értelme. Viszont számos olyan szerver van, ahol valamilyen funkciót el lehet azzal érni, hogy nem a szabványportra tesszük. Például egy FTP szerver esetében, hogyha nem a 21-es porton figyel, hanem mondjuk a 43.225-ösön, annak az az értelme, hogy ha valaki megnézi felületesen azt a rendszert, és azt mondja, hogy nézzük meg a 21-es portot, nem fog rajta találni szolgáltatást. Viszont aki tudja, hogy melyik portot kell nézni, akkor az megtalálhatja, vagyis be tud menni az FTP szerverre. Azért mondtam, hogy megosztanak erről a vélemények,
mert egyébként azt minden biztonsági szakember tudja, hogy meg lehet találni akármilyen porton van egy szolgáltatás, csak nem mindegy, hogy mekkora erőforrást kell rátenni. Tehát, hogyha nekem végig kell néznem, ugye 2 byton van a port jelölve a TCP-nél, az ugye 65536 lehetőség. Azt, hogyha végig kell néznem minden egyes portot, az sokkal-sokkal kényelmetlenebb, mint hogyha csak a tipikus portokat kell megnéznem. Egyébként, hogyha megnézitek, akkor egy ilyen általános támadó, aki szkennelje a hálózatot, az azt fogja csinálni, hogy minden egyes IP címet megnéz, megpróbálja megnézni, hogy életben van-e, mondjuk egy echo request-tel, azt úgy hívják a egyszerű emberek úgy hívják, hogy ping, és hogyha arról kap valami választ, akkor utána a tipikus portokat meg fogja nézni a 21-es portot, a 25-öst, 23-ast, 80-ast, 443-ast, és így tovább most sorolhatnám. A lényeg az, hogy ezek azok a tipikus portok, ahol én találhatok rendre egy SMTP szervert, egy webszervert, egy FTP szervert, Telnet szervert, POP3 szervert, és így tovább. Ugyanakkor egy bizonyos IP címnél leellenőrizni az összes létező portot, mind a 65536-ot, az már nem olyan vicces. Tehát az már lényegesen több energia, és ezért van bizonyos értelme annak, hogyha az ember áthelyez egy szervert. Ebben az esetben például ez az SSH szerver az elképzelt 5498-as portra át van helyezve. Ennek az az értelme megvan, hogy nem triviális megtalálni az SSH szervert a gépen. De még egyszer hangsúlyozom, hogy egy irányított támadás esetén a támadó venni fogja a fáradtságot és megnézi az összes portot, és onnantól kezdve ez nem fog megvédeni minket. Csak egy, mondjuk a brazilok szkennelik az internetet és próbálnak olyan gépeket találni, ahova könnyű behatolni, az ellen kicsit véd. Oké. Okay. Illetve van egy speciális eset, amikor port forwarddal megyünk be egy SSH szerverbe, mert mondjuk még nem tudjuk, mi az a transzparens multihop. Ebben az esetben ez a bizonyos port áthelyezés az azért lehet praktikus, mert egyrészt belépek egy SSH gépre, és port forwarddal áthozom onnan az ottani gépnek a portját. Ebben az esetben nagy valószínűséggel nem a 22-es portra fogom tenni, hanem valami másra. Például azért, mert a privilegizált portokat, ami ugye az 1023 alattiak, azokat nem lehet csak rendszergazdaként bindolni. Magyarul én egyszerű kutya közönséges felhasználóként nem fogok tudni 1023 alatti portra beállítani ilyen lokál forwardot. Na, tehát akkor nyilván már van értelme annak, hogy beállítanom a portot. A következő, hogyha RSS hitelesítést használok, akkor az Identity File segítségével meg tudom adni azt a bizonyos file nevet, amiben a kulcsom található, a titkos kulcsom. Hogyha én a default kulcsot használom, az az ID aláhúzás RSA, akkor ezt nem kell beállítanom, az az alapértelmezet. A következő hálózati problémák esetén, hogyha a két gép között nem olyan profi a hálózat, mondjuk a túloldali gépnek a feltöltési sávszélessége karcsú, abban az esetben nagy segítség lehet az, hogy a compression be lehet kapcsolni az SSH esetében. Ez nyilván egy kicsike ilyen válaszidő késést fog okozni. Tehát lesz egy kicsi lag onnantól kezdve a kéréseim és a válaszok között, hiszen tömöríteni akkor van értelme, hogyha elég sok adat van, úgyhogy összevárja egy kis cache-be bizonyos időnként. De ezt egyébként jó beállítások mellett nem nagyon lehet érezni, és hogyha nagyon sok adat jön vissza, vagy megy oda, például mondjuk SSH nagy parancskimenet esetén, vagy SCP-nél, abban az esetben ez a compression, ez lényegében az átvitt adatot tömöríteni fogja, csökkenti az átvitt adatmennyiséget, és nyilván a sávszélességet is kíméli. A következő, ezek a port forwardnak a leírásai. Lényegében így néz ki egy config file-ban egy port forward leírás. Emlékeztek rá, hogy volt egy ábrám, ahol az volt, hogy a kliensgépen 1.33.06-on figyelt egy szolgáltatás, és az a túloldalon a 33.06-os portot érte el. Ez lényegében ez. Ha nem adom meg neki az IP címet, hogy melyiken figyeljen, akkor a lokálhoz lesz a default, és ott fog figyelni az 1.33.06-on, és a túloldalon pedig a túloldalnak lokálhoz 33.06-ra fog konnektálni. Most a másikat fogom bemutatni működés közben. Ez pedig az, hogy a túloldali gépen van egy 80-as porton, egy gondolom webszerver,
és azt én az itteni gépemen a 10.080-as porton fogom elérni. Most nézzük ezt meg időben, működés közben. Ezen a gépen most beléptem arra a bizonyos szerverre, a barackra, amiről beszéltem. Itt van ez a config rész, ami most az SSH kliensemben él. Ebből most az az érdekes, hogy itt van egy Nagios. Erről majd egyébként az előadás mai későbbi részében lesz szó. A lényeg az, hogy a 80-as port az át van hozva a helyben a 10.80-as portra. Hogyha megnézek egy terminált, és azt mondom neki, hogy netstat-tnlt pygrep 1080, ennyi-bennyi. Ja, ez a P, ez... Várjunk csak. Lehet, hogy lebontottam azt a barack kapcsolatot, úgy látszik, hogy lebontottam, akkor bocsánat. Úgy egy kicsit nehezebb megmutatni, hogy figyel, hogyha nem vagyok belépve. Bocsánat. Tehát akkor még egyszer. Netstat -tnlp pipe grep 1080. És itt látszik, hogy a... Hát a kék színű így egy kicsit kevésbé jól látszik, de a TCP 127.0.1 1080-as porton ott figyel az SSH. És akkor most nézzük meg, hogy hogy kell ezt használni. Ugye most az történik, amit az ábrán leírtam. Ha én itt a 1080-asba konnektálok, lokálhoztam, akkor az a túloldalon a 80-as portba megy bele. Ezen a gépen a... belemegyek a lokálhoz 1040, vagy 1080-ba. És utána azt mondom neki, hogy get per http per 1.0. Ez a HTTP protokoll legprimitívebb kérése, és a válasz látszik, hogy egy valódi szerver által visszaadott válasz. Most az, hogy it works, az tök mindegy. A lényeg az, hogy ez látszik, hogy tényleg egy webszerver van ott a 1080-as porton, pedig itt mi azt láttuk, hogy SSH figyel, hát ez a túloldali. És hogyha megnézzük, ez az URL-ből látszik, hogy én most egy olyan gépet érek el, ami egyébként a bari.fsf.hu, ami az etc hosts file-ban be van állítva, hogy 127.0.1. Megmutatom ezt is, hogy elhiggyétek. Látjátok? Az van beállítva, hogy bari.fsf.hu, az a 127.0.1. Tehát a böngészőm elmegy a 127.0.1-es IP címre, a 1080-as portra, és ott kapcsolódik ehhez a Nagios 3 nevű szolgáltatáshoz, ami viszont a wifi hálózatomnak, mármint a mobil hálózatomnak a lassúsága miatt sajnos egy kicsikét lassú, de higgyétek el, hogy előbb vagy utóbb be fog jönni itt a Nagios weboldal. Oké. Ezt egyébként a baloldali menüt az előbb még a szünetben sikerült lehoznom, úgyhogy most ez a sávszélesség ez egy kicsit karcsú, de azért higgyétek el, hogy működik. A lényeg az, hogy a portforwardnak ez a lényege, ha egy felügyeleti rendszert, vagy egy adatbázisszervert, vagy valami olyan funkciót kell használnom, ami nem frontend funkció, tehát nem kell a nyilvánosságot elérnie, akkor azt nyugodtan használhatom úgy, hogy a 127.0.1-en figyeljen, és hogyha bármikor el kell érnem, akkor azt én ilyen SSH portforward segítségével könnyedén el tudom érni. Térjünk vissza erre, hiszen ez legalább működik. És egy ilyen config file az egymás után szépen több ilyen különböző bejegyzést tartalmaz. Bocsánat. Minden egyes gépre meg lehet adni a különböző saját beállításait. Itt is egyébként az igaz, mint az SSHD config-nál, hogyha megnézitek a dokumentációt, akkor sokkal több beállítást fogtok találni, mint amit én most megmutattam. Most igazából csak párat akartam mutatni. Egyébként ez az a bizonyos funkció, amit transzparens multihopnak nevezünk. Ezeket a fájlokat meg fogom veletek osztani az Iliászban, és akkor mindenki ezeket a példákat meg tudja magának nézni, és el tudja sajátítani. Oké. Na, akkor lépjünk tovább. Igen, érdekességképpen mutatok egy nagyon-nagyon primitív kis központi menedzsment megoldást. Erre természetesen vannak nagyon komoly szoftverek,
több 10 millió, vagy akár adott esetben több 100 milliós költséggel, illetve azt is engedjétek meg, hogy elmondjam, hogy mi csináltunk, terveztünk egy szabad szoftver, ami pár héten belül nyilvánossá válik, és az pedig egy ingyenes szabad szoftver, mindenki által elérhető megoldás, ami szintén egy központi menedzsment eszköz. De hogyha az embernek még nincs ilyenje, meg valami nagyon-nagyon-nagyon egyszerűt szeretne összehozni, akkor egy SSH segítségével ezt könnyedén meg lehet tenni. Milyen lépések kellenek hozzá? Az első dolog, minden egyes gép, amelyet el akarok érni, az ugye kell, hogy futtassa az SSH szervert, hiszen ennek a segítségével fogok bemenni a különböző gépekre és azokon valamit csinálni. A következő lépés, minden egyes gépen kell lenni egy olyan felhasználónak, akinek a segítségével én be fogok lépni az adott gépre és adminisztrálni fogom. Egyébként ez lehet egy kutya közönséges felhasználó, akinek megvan az adott joga ahhoz a bizonyos funkcióhoz, amit én központból leszeretnék futtatni. De egyébként általában azt javaslom mindenkinek, hogy ha lehet, akkor létre kell hozni egy menedzsment felhasználót, annak speciális jogosultságai lesznek, de például az a felhasználó kizárólag SSH-ról tud belépni, és csak arról a bizonyos hostról, ami a központi menedzsment szervel. Oké, a következő lépés, hogyha már van ilyen felhasználónk, létre kell hoznunk a központban egy kulcspárt. Az extra paranoiások azok azt is megcsinálhatják, hogy annyi kulcspárt hoznak létre, ahány gép van, és minden egyes kulcspárból a publikus részeket azt meg el kell helyezni a megfelelő helyen. Ugye emlékeztek rá, hogy a .ssh per authorized keys file azt tartalmazza azokat a kulcsokat, amivel be tudunk távolról lépni. Pontosabban azoknak a publikus részeit, hogy pontosan fogalmazzuk. Oké, a következő, ja igen, nehogy elfelejtsük, hogy lehetőség van arra az SSH keygennél, hogy ne adjak meg passzfrészt. Abban az esetben, hogyha én adminisztrátori kulcspárt hozok létre, akkor ezt ugye tilos csinálni, hiszen az a gép, amin ez a kulcs rajta lesz, az nem ritkán mobilgép. Még az is előfordul, hogy valaki a mobiltelefonján is a titkos kulcsát eltárolja, tehát igazából passzfrész nélkül az nem túl szerencsés, viszont egy jól ellenőrzött központi menedzsment gépen ott megkockáztathatom azt, hogy létrehozok egy olyan kulcspárt, aminek a titkos részét nem védem passzfrézzel. Ennek az az előnye, hogy ilyenkor nem kell beadnom azt a bizonyos passzfrészt, tehát lehet batchben használni ezeket a kulcsokat. Mit jelent ez? Csinálok egy shell scriptet, ami mondjuk egy SSH-val egy parancsot lefuttat több különböző gépen, és hogyha RSA autentikációt használok, és hogyha a titkos kulcsomon nincsen passphrase, akkor ez teljesen automatizáltan, akár időzítve is mehet, erre majd később beszélek magam. Jó? Mi az, amit elfelejtettem eddig? Még semmit. Most akkor megmutatok egy ilyen tényleg folyék egyszerű, azért jelzem, hogy nehogy valaki azt gondolja, hogy így néz ki egy központi menedzsment szoftver, de látjuk azt, hogy ezzel az eszköztárral egy nagyon-nagyon-nagyon primitív, ilyen folyék osztályú megoldást azért lehet csinálni. Mit csinál ez a kis JavaScript? Hát a Zahemski doktor remélem, hogy alaposan elmondta nektek, hogy mit csinál. A dollár egy ugye az első paramétere lesz a JavaScriptünknek, az lesz a komma. Utána fel van sorolva négy darab gépnév. Ezek ugye így nem néznek ki annyira gépnévnek, lehetne az is egy teljes doménnévvel, de az is lehet, hogy jól van beállítva a RTC Resolve Conf-on, vagy az is lehet, hogy az RTC Host-ban be van állítva minden egyes gépnévhez egy IP cím. Tehát számos lehetőség van arra, hogy ez tényleg így működjön. A lényeg az, hogy utána egy egyszerű primitív for ciklussal végiglépkedek a host változóban lévő string darabokon, amik host nevek, és utána SSH-val a commandot lefuttatom minden egyes gépen. Ugye annak, hogy ez működjön, alapfeltétele, hogy minden egyes gépre el kellett helyeznem a publikus kulcsot, és be kellett állítanom minden egyes gépre, hogy az a bizonyos identity file, emlékeztek rá, az az RSA titkos kulcs rész, az micsoda. És hogyha ezt megtettem, akkor ez az egyszerű kis for ciklus, ez végigmegy minden gépen, és létre fogja hozni az adott fájlokat, vagy módosít valamit, vagy lemásol, vagy leellenőriz. És itt látszik egy egyszerű felhasználás, azt mondom, hogy masrel sudo apt-get update. Az mit csinál? Lemegy a távoli gépre, és ott az apt-get update-tel szépen frissíti az apt csomagadatbázisát. Jó? Tehát ez egy nagyon-nagyon primitív megoldás,
De hogyha az embernek nincs más a kezelőgében, és üzemeltetnie kell mondjuk 20-30 gépet, akkor nyilván nem azt fogja csinálni, hogy 20-30 gépe egyenként belses házik, és mindegyiken lefuttatja kézzel ugyanazt, hanem akkor egy kicsit trükközünk, és egyszer megcsináljuk, aztán másodszor már inkább írunk rá egy scriptet. Hát gondolom, hogy ezt a Zoli elmondta nektek, hogy a rendszer az a legfontosabb pozitív tulajdonsága, a lustaság. A rendes rendszergazda kétszer nem csinál meg semmit. Oké. A következő fontos témakör a kimenő levelezés. Amikor kimenő levelezésről beszélek, akkor nem arról beszélek,